Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kollégákat, és akkor javasolnám, hogy tegeződjünk, mert úgy gondolom, hogy zömében kollégák vagytok jelen, és nagyon örülök annak, hogy így a tavaszi szünet első napján az estét is erre szántátok, hogy egy kicsit új információt gyűjthessetek. A NEO elemes rendszert szeretném nektek lehető legrészletesebben bemutatni. Ezt a rendszert, ahogy Attila is mondta korábban, Edu 2.0-nak nevezték, és 6 évvel ezelőtt kezdtem el vele megismerkedni és használni, de csak a saját osztályaimnak. Az élet azonban most úgy hozta, hogy március 17-től kolléganőmmel, Kecskésné Bújdosó Judittal együtt használjuk, illetve alakítottuk ki a rendszerünket. Judit is már korábban használta, és így két ilyen rendszert működtetve tudjuk az iskolát lefedni. És akkor kezdjük rögtön a NEO-nak az oldalával. Ugye látjátok, hogy ez egy angol nyelvű oldal, és akkor nagyon sokan ilyenkor már vissza is fordulnak, hogy angol nyelv, akkor én mit fogok kezdeni, holott a NEO elemes rendszer magyar nyelvű. Azért görgetem ennyire le, hogy láthassátok, hogy a nyelvet itt egész a legalján kell átváltani magyar nyelvre, megkeressük a magyar nyelvet, kiválasztjuk, és akkor ugyan a fő rész az marad angolul, de minden más egyéb az magyar nyelvre fog váltani. És akkor ugye a szolgáltatásokhoz mennék először, hogy milyen szolgáltatásokat adnak. Ahogy a bevezető dián is rajta volt, 400 tanulóig ingyenes ez a rendszer. Tehát a kisebb iskolákat lehet fedni, illetve meg lehet így oldani, hogy esetleg két ilyen tankört, mi annak nevezzük, bár ugye a tankör elnevezést látjuk majd, hogy a rendszerben mást jelent, le tudjuk fedni. És akkor itt van ugye a különbség az ingyenes, illetve a prémium változat között. Én azt gondolom, hogy nagyon sok minden belekerül az ingyenes változatba is, ami korábban még nem volt benne, és itt én például a játékosítást emelném ki, hiszen ez korábban a fizetős verzióban volt benne, azonban a nyár folyamán ezt ingyenessé tették, és most már az ingyenes verzióba is benne van. Tehát nagyon-nagyon sok minden benne van az ingyenes verzióba. Ha valaki úgy gondolja, gyorsan itt ezt végigpörgetem, ha valaki úgy gondolja, hogy ő szeretne egy ilyen létrehozni, egy ilyen neoelemes rendszert, akkor ugye ezen a gombon kell az ingyenesre regisztrálni. A szervezet típusánál mindenképpen iskolát kell kiválasztani, hiszen akkor fogja csak felajánlani az ingyenességet, mert hogyha én most rá fogok arra klikkelni például, hogy oktatással foglalkozó cég, akkor már látjuk, hogy a vállalati kategóriát fogja kérni tőlünk. Tehát erre rá kattintunk, és akkor itt látjuk, hogy 14 napig, vagyis 2 héten keresztül az összes elérhető szolgáltatást használhatjuk ingyen, és 14 nap után fogják ezt a jogot visszavonni, és csak az alapfunkció fog megmaradni, tehát senki ne izguljon, amikor ezt látja. Ugye ezt értelemszerűen ki kell tölteni, ezeket beírni és regisztrálni. Mi már ezen túl vagyunk, és akkor most már a saját egyik tankörünkre fogok átlépni, ugye ez az általam használt, ez a Gedói Humán tankör, a másik ilyen iskolai tankörünk az egy fizika tankör nevet visel, hiszen ott most jelen pillanatban Zömében reáltárgyakat oktatnak, illetve az alsó évfolyam 4 osztálya van abban a tankörben, illetve mi nálunk pedig a másik 4 évfolyam. Most belépek, mert szeretném először is az admin felületet megmutatni, tehát most a sajátomba be fogok lépni. Ugye először gyorsan egy hírfolyamot látunk, és akkor én átmegyek az admin felületre. Az admin felületen azért lehet látni, hogy mennyi aktív tankörünk van, és minden más egyebet, és itt fog megjelenni az, hogy ingyenes
és hogy a maximális tanulói létszám 400 fő, illetve a tanulók létszáma. Ezekben nem nagyon lépnék bele, mert a gyermekek nevei, illetve a kollégák neve is látszik, ez pedig ugye adatvédelmi szempontból nem lenne szerencsés. És akkor nézzük, hogy az admin, amikor adminként valaki beregisztrál, mit kell neki tenni, vagy milyen lehetőségei vannak. Én először megmutatnám ezt az AppCentert, hiszen itt vannak olyan dolgok, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, és ezeket meg kell nézni, hogy installálva vannak, vagy nekünk kell installálni ezeket a dolgokat. Például a Google Drive-ot hozzá lehet kapcsolni, és ugyanígy hozzá lehet kapcsolni a OneDrive felületet is. Jó, tehát az pedig itt van, de ezt nekünk kell installálni, mert ezek alapból nincsenek installálva, és ugye a legutóbbi ilyen jó dolog, ez a Microsoft Teams-nek a megjelenése, ez ezen a héten, nem, a múlt héten, március 31-én pontosan, akkor került ide az AppCenterbe, és utána lehetett installálni, és most már tudjuk használni például webkonferenciák létrehozására. A naptár, tehát általában az alapvető funkciók azok már installálva vannak. Egyébként ezeket végig fogjuk majd, vagy végig fogjuk nézni, vagy be fogom mutatni. Akkor ugye nagyon fontos, hogyha már létrehoztuk ezt az oldalunkat, iskolai oldalunkat, akkor valahogy ugye felhasználóknak kell ebbe bekerülni, vagyis tanulóknak, felhasználói fiókot kell ekkor kiválasztani, és itt tudunk különböző módon pedagógusokat, tanulókat, illetve szülőket is lehet a rendszerhez hozzá kapcsolni. Többféle lehetőség van, tehát e-maillel is lehet regisztrálni, illetve meg lehet adni a különböző tantárgyakhoz kódot, és akkor kód segítségével, osztálykód segítségével kell belépni. Azonban, amiért én ezt a rendszert választottam 6 évvel ezelőtt, az a rendszer volt, amikor is űrlap segítségével vesszük fel a tanulókat, és nincs szükség arra, hogy a tanuló e-mail címmel rendelkezzen, vagy neki kelljen regisztrálni. Mivel általános iskolásokról beszélünk, ugye jelen esetben felső tagozat, mondjuk 5. osztály, nem minden gyerek rendelkezik e-mail címmel, ezért tartottam én ezt nagyon jó dolognak, hogy a szülőkkel egyeztetve, de a gyerekeknek, tehát ugye a szülők tudták, hogy létrehozzuk ezt az oldalt, de hogy nem kell a gyerekeknek regisztrálni, és a későbbiek során sincs a tanulóknak szükség e-mail címre. Tetszés szerint kiválaszthatunk, hogy hány tanulót szeretnénk egyszerre fölvenni, ugye a folytatás gombra, és azért fontosnak tartom itt fölhívni a figyelmet, hogy ezt mi úgy szoktuk megcsinálni, hogy a gyerekek ne változtathassák meg a jelszavukat, hiszen ismerjük, hogy sűrűn előfordul, hogy elfelejtik, nálunk megvannak a jelszavak, és így mindig mindenki be tud lépni. Mivel most két ilyen oldalt használunk, ezt összehangoltuk, és mind a két oldalra ugyanazzal a felhasználónévvel és ugyanazzal a jelszóval lépnek be a tanulók, ezzel is segítve őket, hogy ne okozzon ez kavarodást. Tehát így néz ki egy űrlap. Mi csak a legalapvetőbb dolgokat írjuk be, vagyis a tanulónak a nevét és a vezeték nevét, mást nem kezelünk. Ez egy zárt rendszer, és én úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon jó dolog, hogy semmilyen más egyéb információ nem jelenik meg a tanulókról. Jó, amit így mutatok, hogy hát be lehet jelölni, hogy a tanulók tölthessenek esetleg föl fényképet magukról, vagy avatárt választhassanak maguknak. Jelen esetben én itt kivettem ezt, hogy képet tölthessenek föl, mert úgy gondolom, hogy ez most egy tanuló oldal, és inkább legyen avatár, amit ők választhatnának. Egyébként be lehet moderátorként állítani, hogy ezeket a képet az admin jóvá hagyja, mielőtt megjelenne. Tehát ezt mindenképpen be lehet állítani. Jó, tehát ide föl kell venni először az összes tanulót. Át lehet emelni, ha ide visszamegyek, ugye itt van erre lehetőség, ez az úgynevezett share file, ezt én nem próbáltam, megmondom őszintén, tehát erről
nem nyilatkoznék, mert amit nem próbáltam, arról inkább nem beszélnék. Akkor a következő fontos dolog, amit szintén az admin állít be, ez a bizonyos osztályzási skála, hiszen ebben a rendszerben teszteket is tudunk létrehozni, és azt, hogy hogyan osztályozzon a teszt, azt be kell állítani, azt itt láthatjátok, tehát itt van beállítva. Ugye létezik az is, hogy a betű alapján, hogy A, B, C, D, E, de mi nem ezt használjuk, tehát nálunk egy ilyen van ide beállítva. Akkor megyek tovább, és ezt a moderálást mutatnám. Ugye itt kellene, hogy a képeket moderálni, illetve a szabályok szintén egy fontos dolog, ahol egy általános szabály, ami mindenkire vonatkozik, ezt lehet ugye a bepipálással létrehozni, és aktívvá tenni. Ugye itt látjuk, hogy pontosan itt van az, hogy egy zárt közösség, tehát senki más ide nem kerülhet be, csak akinek van felhasználó neve és jelszava. Tanároknál szintén ugye létre lehet hozni különböző dolgokat, hogy ők esetleg tanulói meghívókat küldjenek ki, iskolai csoportok létrehozása, ezt azért ezt is célszerű megtenni. Tanulók esetében szintén meg lehet hozni a különböző szabályokat, hogy milyen fülek jelenjenek meg náluk, tehát hogy mit lássanak oldalról, illetve hogy barátok, személyes blogokat, naptárszép és egyebek megjelenjenek ott. Szülők esetében is meg lehet ezt tenni, mi szülőket nem vettünk föl, ezt el szeretném mondani. Annak idején, amikor én elkezdtem a tanulókkal, szülőkkel beszéltem, és akkor a tanulók kérték, hogyha lehet a szülőket ne vegyük föl, tehát így ők nem kerültek fölvételre. Akkor én most átmennék a saját oldalra, hogy bemutassam azt, hogy hogyan lehet, most itt egy kicsit kisebbre kellett venni a képernyőmet, mert nálam ez egy kitakarásra került, most visszafogom már nagyra. Belépek, ugye létrehoztam egy álpedagógust, hogy megmutathassam, hogy mit is kellene mindenkinek látni pedagógusként, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet a tanítási órákat létrehozni ebben a tankörben. Jó, és akkor már is nézni fogjuk. Tehát egy ilyen oldal fog bennünket fogadni, és akkor ugye az első dolog, hogy egy tankört létrehozzunk. A tankör, azt értjük úgy, hogy egy tantárgyat, amit tanítani fogunk. Én egyet már létrehoztam, ez a varázslástan, ezt úgy kell létrehozni, tehát minden esetben mindig a hozzáadás, a plusz jel lesz az, ami segít bennünket, ugye tankör. Ide kiválasztunk egy tankört, hát ugye nekem itt fölugrik az összes tankör, ami már itt van, mondjuk most legyen az, hogy bűbájtan. Ugye egy oktató, ezt ugye a kisbettivel írtam, a hozzáférési kód pipát ugye akkor hagyjuk bent, ha külön hozzáférési kódot kell adni, mert még ilyen is előfordul, hogy belép a tanuló, de külön ehhez a tankörhöz csak akkor fér hozzá, ha van neki kódja. Ezt azért ki szoktuk venni. Ugye a kezdés dátum, amikor elkezdődik a tankör, és a befejezés dátuma, hát ugye ez a tanév vége, ez azért fontos, mert épp ma olvastam, hogy ha befejeződik a tanév, akkor most már automatikusan archiválni fogja a rendszer ezeket a tanköröket, majd erről beszélek, hogy az miért jó, ha archiválva van. Hát, hogy milyen tantárgy, én általában a mást szoktam kiválasztani, bejelöljük az életkort, vagy hogy az évfolyamot, és elmentjük. És akkor már is megjelent itt a baloldali tanköreim menüben az új tantárgyam, ez a bűbájtan. És akkor, hogy itt mit lehet tenni, ugye foglalkozásokat létrehozni. Elmegyek a varázslástanra, és akkor a varázslástannál már én ott létrehoztam egy tanítási órát, ez a varázsfájták készítése. Ez úgy történt, hogy a hozzáadás gombot kell ismételten megnyomni, és akkor tehát, hogyha van archiválva tankörön, az nagyon jó,
Mert hogyha én most tanítok 7. osztályban történelmet, és a jövő évben én fogom őket tanítani 8. osztályban, de most volt egy 8. osztályom is, akkor nincs más dolgom, mint a mostani 8. anyagát a könyvtárból előkeresni, és akkor azt elő tudom venni, és a szükség esetén azt az anyagot megváltoztatni, kiegészíteni, átalakítani. Tehát meg fog jelenni az, amit már oda föltettem, jó? Tehát ez így történik, azért végig vesszük, hogy én egy újat fogok létrehozni, ide most a valamit adom neki. Leírás az általában arra vonatkozik, hogy miről fog esetleg ez az óra szólni, nem kötelező kitölteni. Most arról beszéltünk, hogy esetleg célszerű ebben a helyzetben a házi feladatok beadásának határidejét is ide beírni, mert én most, ha ezt ide beírom, akkor látni fogjátok, hogy ez miért is célszerű, határidő, zárójelbe odaírom, hogy házi, és akkor április 22. Jó, a dátum az, amikor a tanítási óránk van, mondjuk 9-e, ez a végére az azt jelenti, hogy tehetem már a varázspálca készítés elé, hisz azt már letanítottam, vagy tehetem mögé. Ha elébe teszem, akkor így fog kinézni, mindjárt látni fogjátok, ha ide visszamegyek a foglalkozásaimra, tehát akkor ez így fog kinézni, és itt lehet rögtön látni, hogyha valaki a foglalkozásokra kattint, hogy mikor kell majd a házi feladatot beadni. Természetesen ugye azért nőből vagyok, és azért szeretném megmutatni, hogy lehet változtatni a tankörnek a képét, tehát tölthetünk föl képet, és akkor egy kicsit szebbé tehetjük, illetve ugyanígy meg lehet tenni a leckénk elején is, illetve színezni is lehet őket, és akkor esetleg témakörönként színek alapján is el lehet különíteni a tananyagot, hogy mit veszünk. Jó, ezt így fölvettük, visszamegyek ide a legelső foglalkozásomhoz. Idején már fölvettem bizonyos anyagot, ilyenkor ugye az történik, hogyha én például egy házi feladatot szeretnék feladni még, nem csak az óra anyagát, akkor ismételten az újra nyomok, és akkor beírom ide azt, hogy házi feladat. Jó, ilyenkor már kezdek így, jó, nagyon jó. Leírás nem muszáj írni, dátum, az ugye a mai dátum, és akkor jövünk a szerkesztés, nem itt szerkesztünk, bocsánat, hanem az oldalra kattintunk. Ez egy kicsit megváltozott, ez 2 héttel ezelőtt ennél egy kicsit gördülékenyebb volt, ezt úgy gondolom, hogy ez nem volt szerencsés, amit tettek, mert sokkal egyszerűbben lehetett ezt elvégezni. Hát ugye az oldalhoz kellett volna ideírnom ezt, hogy így óravázat vagy házi feladat, elmentjük, és akkor ide szépen föl lehet írni, hogy old meg, vagy írd le, amit ma olvastál. Jó, most ide írtam valamit. De nem csak szöveget írhatok ide be, hanem tehetek linket, tehát csatolhatok linket. Ha linket csatolunk, akkor fölhívnám a figyelmet arra, hogy célszerű ugye itt bejelölni azt, hogy új ablakban jelenjen meg ez a link, és akkor nem tűnik el hirtelen a tankörünk, és akkor a gyerek nem fog meglepődni. Tehát ezt így lehet megtenni. Betehetünk ide képet, elvileg nagyon remélem, hát nem teljesen az jelent meg, amit szerettem volna, de már is fogunk, mert van itt mi nekünk egy ilyenünk, és akkor akár egy képet is ide be tudok tenni. Figyelni kell a méretre, azért látjuk, hogy ez egy nagyon nagy kép, ebből le fogunk venni. Elmentjük, és hát még így sem lett tökéletes a képünk, de jóval kisebb, hogyha túl nagynak tartjuk, akkor ugye tudunk rajta változtatni. Még, és elmenteni, és akkor már kicsit jobban néz ki. Szöveget írhatunk hozzá. És akkor én most itt hívnám föl mindenkinek a figyelmét arra majd, jó, és elmentjük, ezt most így elmentettem, és akkor, ha visszamegyünk a foglalkozásokhoz,
Ugye ez a házi feladat panelként jött létre, de ide belemegyek a varázspálcámba, és akkor itt az óraanyaga, akkor ugye ezt lehet szerkeszteni, és mondjuk, hogy ide szeretnék én az óraanyagához egy videokonferenciás online órát létrehozni, akkor, miután bekerült a Teams, erre a Teams logóra kell kattintani. Szeretném fölhívni a kollégák figyelmét arra, hogyha nem találják meg, tehát hogyha installálták az App Centerbe a Teams, de mégsem látják, amikor megnyitják a szövegdobozos részt, ezt a Teams logót, akkor lehet, hogy böngészőt kell váltani. Azt tapasztalta most néhány kollega, hogy Chrome-ban nem minden esetben jelent meg ez a Teams logó. Nálam megjelent Chrome-ban, de két kollega is jelezte, hogy náluk ez nem jelenik meg. Tehát akkor ugye ez úgy történik, hogy rákattintunk a Teams-re, regisztráció, illetve hát be kell lépnünk. Én itt most nem lépnék be, de beírjuk a megfelelő címet, illetve ha bejelentkezve vagyunk, akkor azonnal feldobja a Create Meetinget, oda beírjuk, hogy mi ennek a címe, ennek az online órának, mettől meddig tart az az óra, elmentjük, és akkor nekünk itt egy link fog megjelenni, amire ha tanulók rákattintanak, akkor be tudnak lépni ebbe a videokonferenciába, ehhez azonban a tanulóknak mindenképpen okos eszközre le kell tölteni a Teams alkalmazást, illetve számítógépre is le kell tölteni az asztali verzióját a Teamsnek. Ha ezt letöltötték, semmi más nem kell nekik tenni, mert amikor rákattintanak a linkre, akkor azonnal felajánlja, tehát ahogy hogy most Teams-ben vagy valamilyen böngészővel szeretném megnyitni ezt a linket, akkor ugye a Teams-et kell kiválasztani, és utána felajánlja nekik, hogy vendégként lépnek be ebbe az alkalmazásba, és akkor be kell írni a nevüket. Az asztali verziónál a Teams alkalmazás megnyitása után már eleve a videokonferencia ablakát fogja feldobni, és ott azonnal látják, ugyan angolul kiírja, hogy a nevüket kell beírni, és join, és ugye csatlakozni kell ehhez a beszélgetéshez. Nagyon jól működik, mi már ezt kipróbáltuk, tehát ez egy nagyon szerencsés dolog volt. Jó, tehát akkor én ezt most így elmentem, nem tettünk ugyan bele semmit. Ez lehet. De mi van akkor, ha én szeretnék ehhez az óra anyagához, ami a varázspálcákról szólt, valami plusz tananyagot, például egy videófilmet hozzátenni, vagy van nekem egy elkészített dokumentumom, amit szeretnék feltölteni, azt mind megtehetem. Én most, ugye, ha előfordulhat, és itt már is mutatom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy ez elmenti ennek a rendszernek a könyvtárába, és innen én nagyon gyorsan ki tudok választani már meglévő anyagokat is, és fel tudom ide tananyagnak tölteni. Ugye ez egy Rubikonnak egy oldala, ez egy fájl, és akkor megnézzük, hogy a tartalomnál ez így fog megjelenni, és hogyha megnyitjuk, akkor a Rubikonnak az oldala fog megnyílni a tanulók számára. De ugyanígy fel tudok, hogyha még szeretnék másik anyagot is feltenni internetes forrásnál, például azt mondja, hogy filmhíradók, akkor ugye beírom azt, hogy filmhíradók, és akkor ez most lehet, hogy nem az lesz, de nekem ugye ez eleve megjelenik, kiválasztom, elmentem. Nagyon jó, ugye ezt fogjuk látni. Ha szeretném, hogy ez a filmhíradó előrébb kerüljön, tehát hogy hamarabb nézze meg a tanuló, akkor csak ennyivel felhúzom, visszakattintok a tartalomra, ugye itt van egy szöveg, egy utasítás mondjuk a tanulóknak, és akkor utána rá tud kattintani, mondjuk ez épp a fodrászversenylet, de látják akkor egyben a filmet. Tehát én ezért szeretem ezt a rendszert, hogy ezt ilyen szépen fel lehet tölteni. Ebben a rendszerben mondjuk azt, hogy létrehoztam az órámat, visszamegyek ide a foglalkozásokhoz, ide a varázspálcához megyek, de szeretnék a tanulónak ugye olyan házi feladatot feladni, hogy ezt be tudja nekem adni, akkor ugye a hozzáadásokkal
ugye nem foglalkozást adok hozzá, hanem feladatot hozzá, tehát az alsó gombra kattintunk, tehát azért mondom, hogy ezt egy kicsit most megváltoztatták, és még engem is megzavar. Tehát tudok hozzá akár egy tesztet hozzáadni, tudok hozzáadni offline feladatot, akár megbeszélést, akár egy eszét, kérdőívet, már meglévő kérdőívet, illetve létezik egy ilyen Dropboxos feltöltés. Jó, én most mondjuk azt, hogy kiválasztom ezt a Dropboxost, akkor ide csak be kell írni ezt a feladatot, pontot, ha akarom, adok rá pontot, de valami pontot mindig kér, még ha nem szeretném pontozni, akkor is egy pontot oda kell írni. Azt, hogy hányszor töltheti föl, ezt is beállíthatom, illetve azt, hogyha van egy határidőm, akkor esetleg a késést engedélyezem-e. Hogy ez most házi feladat, illetve itt tudom beállítani azt, hogy értékelem, hogy normál, vagy nincs értékelve, akkor azt fogom bekattintani. Vagy ennek a mellőzését. Meg kell adnom azt a dátumot, hogy mikor kezdődik, mikor él ez a házi feladat beadási lehetősége, mondjuk azt, hogy a mai naptól élni fog hétfőig, és akkor legyen az, hogy ne csak 16 óráig adhatja be, elmentem. És itt kell kiválasztani, hogy ezt a foglalkozáshoz fogom hozzátenni, vagy csak egyébként feladtam ezt a feladatot, és ugye az alapértelmezett sáv. Ide leírhatom az utasítást neki, és ezt utána elküldhetem, de most ugye nem adtam címet, ezért vissza is köszönt nekem a rendszer. Jó, de itt van nekem egy ilyen Dropboxos feladatom, ugyan utasítást nem adtam, de minden mást megcsináltam. Ha én ilyen feladatot adok a tanulóknak, legyen az egy teszt. Tehát, hogyha itt a feladatokban, mert ugye én már ide föltettem több feladatot, föltettem olyat, hogy például, ugye ez volt egy offline feladat, nem is ez egy eszé volt, van itt egy teszt, és itt a Dropboxos feladat. Ezt, ha én megcsináltam, ezek a feladatok a tanulónál csak akkor látszanak, ha ezeket a feladatokat kitűztem. Tehát ahhoz, hogy megjelenjen, ki kell tűznöm, annyi, hogy kipipálom, és kitűzöm, bár ez lehet, hogy nem fog elindulni a tanulónál, mert a dátum az egy régebbi dátum, ami itt van, és ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, ezt akkor át kell állítanom, kitűzni. Kitűzhetem, illetve ezt a tesztet is jelen pillanatban kitűzöm, de majd utána sorban megnézzük. Itt az eszénél, ez egy régebbi feladat van, amit szeretnék megmutatni, hogy lehetőségünk van offline feladatoknál is, és minden a teszten kívül minden más feladatnál értékelő táblát is használni. Ugye itt van egy értékelő tábla, és amikor értékelünk, akkor az értékelő táblába kell csak belekattintani, és akkor a rendszer összeadja a pontokat, és le fogja osztályozni az elkészített feladatokat. És ugye itt látjuk azt, hogyha egy tanuló, ide az osztályzatoknál egy tanuló beadta, hát ugye ő még semmit nem adott, ezért nem is látunk, hogy a tanuló még nem adott be megoldást, de az osztályzásnál látjátok, itt meg fog jelenni az értékelő tábla, és akkor itt tudok értékelni, és megjegyzést is tudok adni a feladatához, hogy mi volt az, amiben javíthatna, vagy hogy kitűnő volt ez a feladat. Visszamegyek a feladatokhoz, és akkor a tesztet szeretném megmutatni, ha már itt vagyunk. Ugye kérdéseket kell fölvenni. A kérdések, azok a kérdések hozzáadása, és akkor itt látjuk, hogy lehet igaz-hamist hozzáadni. Van olyan lehetőség, hogy többszörös választás egy válasszal, vagy többszörös választás több válasszal, hiányos szöveg kitöltése, bizonyos szabad formájú szöveget is lehet hozzátenni, párosítást. Hát megmondom őszintén, hogy ide a számtanra erre a részre én még nem mentem rá, magyar történelem szakosként, tehát erről így most nyilatkozni nem tudok, de a többi az nagyon jól működik. Amit szeretnék mondani, ugye a hiányos szöveg kitöltésénél célszerű többféle választ lehetőséget megadni, a kis és a nagy betűt azt a rendszer nem fogja beszámítani, viszont minden más jellegű helyesírási hibát,
hogyha valaki hosszú vagy rövid ékezettel ír, külön vagy egybeír szavakat, azonnal hibának fogja érzékelni. Ezért ezt a feladatot mindig célszerű manuálisan is átnézni és lepontozni. Ugyanígy a többszörös választásnál is, hiszen itt százalékos arányban számít a feladat, és hogyha mi egy olyan többszörös választást adtunk fel, hogy van 7 lehetőség, és ebből 3 jó, vagy mondjuk maradjunk 6-nál, a 6, és ebből 3 jó, és a tanuló ugyan 2-t eltalál, de 1-et nem talál el, akkor ez százalékos arányában fogja lepontozni a rendszer. Mi, ha azonban azt szeretnénk, hogy az a 2 jó választ elfogadjuk, akkor ezt manuálisan át kell javítanunk. Amikor és akkor én itt így mutatnám, hogy ez ugye így jelenik meg, és amikor a tanuló válaszol, megcsinálja a tesztet, akkor a tanulónak mindig lehetősége van átnézni az összes választ, és belejavítani még a feladatába, ha úgy érzi, hogy tényleg ott valamit elrontottam. Tehát ezért jó, mielőtt beadnák készre a dolgozatot, én ezért is szeretem. Illetve a feladatoknál, ide visszamegyek, és a szerkesztésbe belelépek, hogy megmutassam, hogy be lehet állítani azt, hogy hányszor próbálkozhasson a tanuló, illetve azt, hogy a késést engedélyezzük, hogyha valaki határidő után tudja csak ezt megoldani, de ezt egyébként át lehet tenni. Illetve a lehetőségeknél ugye be lehet állítani azt, hogyha a tanulót, tehát hogyha azt választjuk, hogy több alkalommal kitölthesse, akkor hogy a legjobb pontot használja ez a rendszerünk. Akkor, hogy időre menjen, ezt is be tudjuk állítani, azonnali visszajelzés legyen, a kérdések véletlenszerűen jelenjenek meg, illetve, hogy a tanulók, amikor beadták a feladatot, utána láthassák-e, mondjuk ez egy egyszeri beadás után, hogy láthassák-e a helyes válaszokat, illetve az akkor kapott pontjaikat. Ezt mind be tudjuk rajta állítani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szerencsés rendszer, és utána rengeteg statisztikát tudunk ebből kiszűrni. Látjuk oszlopdiagramokon, hogy melyik kérdésre hogyan sikerült a válasz. Tehát ezeket tudjuk így megtenni. A tananyagokhoz szintén külön tudunk még feltölteni különböző tananyagokat, amit, amikor tanítunk, akkor be tudjuk emelni az előbb látott feladatokba. Igen, erről mindről beszéltem, de arról még nem beszéltem, hogy a tankörömbe hogyan kerül tanuló. És ez nagyon fontos, hogy hogyan kerül ide tanuló. Ugye itt látjuk fönt a jobb sarokban ezt a hozzáadás gombot, akkor, hogyha ezt a hozzáadásra kattintunk, én most nem fogok kattintani, mert akkor meg fog az iskolánk összes tanulója jelenni, és ugye jelenni, és ez nem lehetséges most, jelen pillanatban. Tehát az történik, hogy ezen az oldalon megjelenik az összes tanuló, aki az iskolába jár, tudunk szűrni név alapján, vagy ha nem úgy ABC sorrendben vannak a tanulók, akkor a tanulót ki kell jelölni itt egy pipával, és itt a felső sorban lesz majd egy kis nyilacskánk, amivel át kell emelnünk a bal oldalról a jobb oldalra a tanulót, miután kiválasztottuk azt a 25 tanulót a 400 tanulóból, és ha ezzel készen vagyunk, mind a 25 tanulónk megvan, akkor itt fölül lesz egy kijelölés gomb, tehát ugyanígy egy ilyen kis négyzet, azt bepipáljuk, és itt lesz alól egy hozzáadás gomb, azt hozzátesszük, és akkor meg fogják a tanulók jelenni. És akkor itt már láttok különböző kis ábrácskákat, ami a haladást jelenti, hány pontot kapott, hogy osztályzat, hát bizony ennek a Bettinek már van egy egyese, mert valamit nem adott be, illetve hogy van esedékes feladata, és a portfólió valamit a személyes portfóliójába már feltöltött, és rá is tudunk nézni, hogy egy internetes forrás töltött fel, ami nem más, mint a varázsfájcák készítésére alkalmas fákat mutatja, tehát ezért mi biztos meg is dicsértük a tanulónkat. És akkor amiről itt beszéltem, a játékosítás, hogy ez egy teljesen új dolog,
Én egy próbajátékot ide elkészítettem nektek, ugyanígy a hozzáadással lehet ezt létrehozni, akkor fel kell írni, hogy mi ennek a próbajátéknak a neve, illetve a játéknak a neve, milyen elnevezést adtok. Ugye ide egy leírást kell írni, hogy mi alapján kapják a pontokat, mennyi ideig tart ez a játék, és utána különböző szinteket lehet adni, amihez pontokat lehet rendelni, illetve a szintekhez adhatunk különböző kis jelvényeket is. Ugye itt van, hogy mivel lehet kitűzővel vagy pontokkal is lehet jutalmazni a tanulókat. Én pontokat, illetve kitűzőket adtam a gyerekeknek, amit majd, ha rámegyünk ide, visszamegyek a tankörömre, erre a varázslástanra, akkor itt a, ezt arrébb húzom, jó, és akkor itt már is látjátok, hogy ebbe a tankörbe van egy játékosításom, méghozzá Betty tanuló van az első helyen, van neki már 3 pontja, de még jelvényt nem kapott. És akkor itt látjuk, különböző információkat kapunk, az, hogy ma esedékes foglalkozásaim vannak, házi feladatom is aktuális, illetve van itt egy Dropboxba feltöltendő házi feladat is. Szeretnék még mutatni néhány dolgot. A tankörben csoportokat is lehet létrehozni, különösen mi digitális témahéten szoktuk leginkább alkalmazni. Ugye megint a hozzáadás, leírjuk, hozzáférési kódot adunk, vagy nem adunk, és utána, hát ugye most nem vagyok valami kreatív, elmentem, és természetesen utána ugye majd tanulókat kell ugye hozzárendelni, hogy ez megtörténjen, tehát ugye tagokat kell hozzá fölvenni, és akkor szintén a hozzáadás gombbal, de ugye ez azért nem nyúlnék hozzá, mert ott nincsen tanuló. Tehát ezt ugyanúgy meg tudjuk tenni, mint ahogy az előbb megtettük. Jó, szintén visszamegyek varázslástanra. Tehát csoportot így lehet létrehozni. Csevegést is lehet alkalmazni, csak egy csevegőszobát kell létrehozni. Itt tudok létrehozni egy cseveg, kérések, kérdések, elmentem, és utána itt a osztály tanulói tudnak csevegni. Én nagyon szeretem a wiki szócikk létrehozását is, hiszen szoktam ilyen házi feladatot adni, hogy a gyerekeknek szavak magyarázatát kell megtenni. Én most ugyan ide csak beírtam egyet, ugye ez így történik, hogy hozzáadás, ide most beírom azt, hogy toll, ugye meg kéne magyarázni, mi az, hogy toll, elmentem. Majd amikor a tanulói oldalt fogjuk nézni, ugye akkor ide visszajövök, és akkor látjuk, hogy már van 2 ilyen szócikkem, és mindig lehet látni, hogy ez ki módosította, hiszen a gyerekek tudják módosítani, ha valaki, tehát tudnak ebben közösen dolgozni ebbe a wiki szócikkbe. Aztán amit még én nagyon szeretek használni, ez a blogok. Látjuk, hogy ez egy tankörű blog, ez akkor minden tanulónál megjelenik, és például történelemből kaptak már többször ilyen feladatot, hogy itt kellett vezetni Kolumbusz Kristóf utazását, és minden nap egy bejegyzést kellett tenni. Természetesen ehhez kaptak a tanulók segédanyagot, hogy legyen elképzelésük. És akkor a blogban ugyanígy egy hozzáadás, tankörblog, egy beiratkozás, ugye ez most én itt nem a tanulót látom, hanem a felnőttként kezelem, tehát itt látom a tanuló bejegyzését. Ezeket lehet megtenni. De mi van akkor, ha én nem szeretnék ilyen fület magamnak, ezt pedagógusként, mint a tankörnek az adminja meg tudom tenni, mert itt vannak ilyen, hogy alapbeállítások, tehát itt tudom beállítani azt, hogy a tanulónak mi legyen az, ami először megjelenik, a hírek, az aktuális foglalkozás vagy a foglalkozás, illetve, hogy a pedagógus is mit lásson rögtön nyitó oldalnak, és hogyha nagyon szeretek színezni, akkor itt be tudom állítani, hogy ez a betűszín milyen legyen. Jó, tehát ennek a segítségével. A lapokat azt itt tudom beállítani, tehát hogyha mondjuk nincs nekem szükségem erre, itt kiveszem, és ez el fog már is tűnni, ugye egy picit ugrik a rendszer, és akkor eltűnik ez a dolog, például fórumot sem szeretnék, akkor a fórum is ki fog innen kerülni. Ütemezés, az ütemezés azt jelenti, hogy ide
a tanítási óráim, amikor az iskolában vagyunk, hogy melyik napon vannak, mettől meddig tartanak. Ez azért jó, mert akkor a naptárban már ott fog rendesen ez megjelenni. Jó, akkor feladatok, foglalkozások, tehát itt is megjelennek a jegyek. A feladatoknál, hogy házi feladat ide tudok hozzáadni, nem csak ilyet, hogy tesz. Ezeket a dolgokat tudjuk itt megjeleníteni. És akkor átmennék a tanulói oldalra, hogy azt is megnézzük a tanulói oldalt. Akkor most kilépek innen pedagógusként, mert láttam, hogy az idő már nagyon szorít, nagyon sokat beszéltem, és akkor tanulóként fogok ide belépni. És akkor nézzük, hogy a tanuló mit lát. A tanuló azonnal, hiszen a hírek folyam volt neki beállítva, azonnal látja, hogy van neki egy teszt, van egy esszé, meg van egy házi feladata, amit Dropboxba kell feltölteni, és ide van is egy figyelmeztetés, hogy van egy esedékes feladata, ugye azért ez az esedékes, mert a többinek ugye mondtam, hogy a határideje az nem megfelelő, tehát azt nem tudja a tanuló megkitölteni. De azt is látjuk, hogy vannak neki itt különböző díjai, mert korábban kapott, illetve milyen más feladatai vannak, valamint a naptárban látja, hogy itt 10-től kezdve már tavaszi szünet van, hogyha rámegyünk, mert hogy az iskolai naptárat is tudja keresni. Látja ugye a tankörét, látja, ha egy csoportnak a tagja, illetve ha ő ide feltölt tananyagokat, illetve tananyagok vannak, akkor azokat is látja. Én most visszamegyek ide a tankörébe, és akkor itt látja, hogy milyen foglalkozásai vannak. A haladás az ugye azt jelenti, hogy mennyire végezte el a feladatot. A tanulóknál így is megjelenik ez a fül, és akkor így egyben látják, hogy óra anyaga kipipálva, mert azt már megnézte, de a varázspálca készítését azt még mindig nem adta be ez a gyermek, tehát akkor ezt be kellene adni. Ugye megjelenik ez a Dropbox felület, ugye utasítás jelen pillanatban nincs, mert nem adott a tanárnéni. A válasz készítése így történik, tehát így kell beadni a Dropboxba, hogy kiválasztja a feltöltendő felületet, akkor azt mondja, hogy én ide most kiválasztok egy képet, beillesztem, hogy egy képként kellett beadni a feladatomat, megtörténik, és akkor eldöntheti a tanuló, hogy mentés és beadás értékelésre, mentés, de még beadás nélkül. Hát mondjuk azt, hogy ő már értékelésre beadta, és akkor ez a tanárnál azonnal meg fog jelenni. És akkor látjuk, hogy a haladása már 66%-ra ugrott, akkor házi feladat, jó, ezt is megnézte, és abban a pillanatban már 100%-os neki a haladása, még ha nem is foglalkozott vele. Ha rámegy a tanuló ide a játékokra, akkor látja, hogy a ranglistán hol tart, mi történik a játékosításban. A wiki szócikk, amit az előbb néztünk, nála is megjelenik, hol, és látjátok, tehát hogy ő tudja szerkeszteni. Ezt azért is szeretem különösen csoportfeladatoknál, hogy át tudják akár egymást javítani, és mondjuk, hogy ő nem így gondolta, hogy MM, hanem MN betűket kell ide beírni, elmenti, és akkor látszik, hogy az utolsó verziót ki hozta létre, ha rámegyünk a torra, mert itt jön, aki a szerző, az a tanárnéni volt, de a tanuló ezt meg tudta változtatni. Portfólió. A portfólióba a tanuló fel tud tananyagforrásokat is tölteni, vagy le tudja magának menteni, amit talált, tehát hozzá tud adni internetes forrást. Ugye nekem itt több megjelen, mondjuk egy learning apps-et hozzáadunk, valami, elmentjük. És akkor ez ott megjelenik, és hogyha a fő portfólióhoz megyünk, ugye mert ez a varázslást annál fog megjelenni, de a fő portfóliónál látjuk, hogy a varázslás tannál vannak különböző leckéin.
És akkor most nézzük azt, hogy a tanulónál ugye itt megjelenik egy ilyen kis harangocska, ami azt jelenti, hogy egy értesítést kapott arról, hogy kapott 3 pontot. Illetve itt a levelezés, ami ugye azért jó, hogyha nincs a tanulónak e-mail címe, akkor a pedagógusával itt tud levelezni. Az egész annyi, hogy az új üzenetekre kattint, elkezdi a pedagógusának a nevét beírni, ami hogy meg is jelenik, beírja, hogy lecke vagy házi, ne adj Isten, ezt így kellett beküldeni, és akár a képet, akár egy linket, akár egy fájlt fel tud tölteni, akkor legyen az. Ide betettem, elmentem, és elküldtem a tanáromnak a házi feladatot. Tehát így is meg lehet oldani a házi feladatnak a beadását. Visszamegyek a varázslástanra, és ugye akkor a feladatoknál, tehát látom ezt a feladatot, hogyan jelenik meg ez az a számomra. Ugye ez azért nem látom itt rendesen a feladatot, mert hogy az időpont nem megfelelő, ezért nem tudom kitölteni, de ha az időpontot átállítom, akkor itt megjelenik a végén egy elvégezve gomb, illetve egy minta válasz a tanulónak, hogy a feladatot elvégeztem, és így tudja a pedagógusnak beadni a házi feladatot. De az értékelő tábla az akkor neki is itt meg fog jelenni, tehát tudja, hogy mi alapján kell a házi feladatot elkészítenie. Jó, a tanuló ugye önmagát látja, a tanárait is láthatja, hogy ki az ő tanára ebben az esetben. Akkor én most visszamennék még újra a pedagógushoz, hiszen a tanuló beadott egy feladatot, hogy lássuk, hogy ez hogyan jelenik meg. Jó. És akkor látni fogjuk, hogy feladatok, rámegyek ugye arra a tanulkörömre, ahol feladtam ezt a házi feladatot, rákattintok a feladatokra, varázspálca készítése, és akkor már is az osztályzatokra, hogy kattintok, megjelenik a kis ceruza, ami azt jelenti, hogy a tanulóm az beadta. Ugye emlékeztek, korábban ott egy kis lapocska volt, és akkor a beküldött válasz, ugye ez volt a válasz, és ennek alapján tudok értékelni, tudok rá pontot adni, azt mondom, hogy kap rá 8 pontot, semmi más nem kell csinálni. Ha tévedtem, akkor plusz-minuszolni lehet, ide tudok még írni egy választ, hogy ügyes voltál. És akkor ezt elküldtem neki, és már tulajdonképpen készen is vagyok, ugye az események, megjelenik, hogy a 8-ból 10 pontot adtam, hát bizony ez egy 4-es osztályzat. És ez a jegy a naplóba nem került be, illetve bekerült, de bekerült, itt van, ugye április 16-ra volt adva, 8 pont, és odaírtam neki, hogy ügyes voltál. Itt van sajnos egy korábbi jegy is, mert hogy azt nem készítette el. Közben ugye itt van egy levél is, ezt meg kell, hogy nézzem, igen, tehát itt megkaptam ezt a levelet, és itt is meg tudom például ezt nézni, hogy milyen feladatot készített a tanuló. Minden ilyet lehet így vezetni, minden egyes feladatot. Látni fogjuk, hogy kategória szerint, feladatok csökkenő beadási határideje, vagy a tanulók vezetékneve szerint lássuk ezt a listát, és különböző statisztikákat is lehet ebből aztán ugye leszűrni. Mutatnék még egy dolgot, hogy például a jelenlét, én most ilyet a videós órákról, hogy ki van jelen, hogy esetleg ezeket majd tudjam még díjazni, pusztán annyi az egész hozzáadás, létrehozom ezt az egész jelenlétet, hogy mikor van erre a jelenlétre szükségem, meddig tart,
tartson ilyen sokáig, elmentem, és akkor ugye a tanuló Betty fog megjelenni, neki kell jelen lenni ezen az órán, ha jelen van, akkor pipálok, ugye egyszerűen így, de ha nincs jelen, akkor a hiányzott, vagy ha késett, vagy elment hamarabb, ezeket tudom itt még bejelölni ezeken. Nagyon sok mindent lehetne itt még mutatni, de hát ha van kérdésetek, úgyhogy én most ebből így kilépnék, és akkor várom Attilát, hogy vannak-e kérdések, amire válaszolni kell. Vannak kérdések? Jó. És akkor mondom sorban. Az első kérdés az volt, hogy mekkora tárhely áll a rendelkezésre? Jó. A tárhely az úgy néz ki, hogy korlátlan a tárhely. A levelekről tudni kell, hogy 30 nap után törlődnek a levelek. Ezt pontosan a mi esetünkben néztünk ennek utána, hogy korlátlan a tárhely. A fényképek feltöltésénél mindig fölírják, hogy mekkora mennyiséget, vagy hogy milyen mennyiségű lehet a fénykép, tehát hogy hány megabájtos lehet a fénykép, ezt kiírják, illetve ha nem megfelelő a képformátum, akkor azonnal, tehát nem is tölti fel, hanem kiírja, hogy hiba. Én úgy tudom, hogy egy fájl mérete maximum 30 megabájt. Azért mondom, igen, igen. Köszönöm, Attila, hogy így kiegészítetted. Jó. A másik kérdés az, hogy válasszuk ketté az itteni regisztrációt, a NeoLMS beli regisztrációt. Tehát említetted, hogy ahhoz, hogy ide belépjenek a gyerekek, nem kell, hogy legyen e-mail címük. És felmerült az a kérdés a Teams integrációnál, hogy akkor viszont, hogyha egy Teams találkozót hívsz össze, akkor viszont a tanárnak meg a gyerekeknek hozzá kell férniük a Teams. Jó, tehát a Teams az úgy működik, hogy ezt a pedagógus létrehozza. Tehát ugye a pedagógusnak, tehát most mindannyian, akik a tankerülettől kaptunk gépeket, nekünk van egy olyan azonosítunk, egy olyan e-mail címünk, amivel mi ezt létre tudjuk hozni, tehát ez az EduMail-essel, tehát ehhez a géphez járt az Office 365. Tehát ezzel mi létrehozzuk, de a tanulónak nem kell semmit létrehozni, tehát ahogy mondtam, a tanulónak elég letölteni az okos eszközre a Teams-et, és semmi más nem kell tenni, illetve az asztali verziót a gépre letölteni. Mert amikor a tanuló rákattint, akkor annyit fog kérdezni a számítógép is, és az okos eszköz is, hogy mivel szeretné megnyitni, hogy böngészővel, vagy a Teams alkalmazással. Ugye a Teams alkalmazást kell kiválasztani, és akkor a következő, amit megkérdez, hogy vendégként lép be. És semmi más nem kell beírni a tanulónak, beírhatja azt, hogy piroska, vagy Z piroska, tehát hogy zöldi piroska, mondtam most egy nevet, elég, ha ezt beírja, a pedagógusa be tudja őt azonosítani. Tehát semmi más nem kér a tanulótól. Egy következő kérdés a teszteknél. Igen. Merült fel, hogy ugye említetted, hogy időre mehet a teszt. Igen. Az a kérdés, hogy kérdésenként is lehet időkorlátot beállítani? Kérdésenként nem, a tesztnél lehet beállítani. Igen, én értem, hogy lehet, hogy arra gondol a kollega, hogy például SNI és BTMN-es tanulóknál, hogy célszerű hosszabb időt engedélyezni. Következő kérdés az volt, hogy lehet-e kész foglalkozásokat importálni, avagy exportálni? Hát így, hogy exportálni, importálni nem próbáltam, a Ctrl-C, Ctrl-V működik. Tehát fájt feltölthet, mert ha ő neki dokumentumként el van mentve, azt fel tudja tölteni. De teljes foglalkozásokra? Hát tehát a dokumentumot tudja feltölteni. Tehát akkor nem a szöveg, tehát a szövegpanelbe csak a fájt fogja feltölteni oldalként. Jó, majd mindjárt megpróbálom azt akkor
mutatni. Ha még a képernyőmet ugye azt látják, a kollégák, jajaj, ez az, amikor nem tudja a pedagógus a belépő kódját. Kollégák, írjátok, hogyha még van ki. Jó, tehát ha mondjuk belemegyek ide a varázslástamba, és akkor ide a házi feladatot hagyom ilyen, ugye ez itt, ja nem is ez volt az, hanem itt volt egy olyanom, amihez semmit nem töltöttem fel, azt ugye itt látjuk, hogy mennyi dolgot töltök hozzá, akkor itt a hozzáadásnál, tehát nem oldalt hozok létre, hogy egy ilyen szöveges panel legyen, hanem, de csak azt kell hoznom, igen, azt látom, tehát, hogy azt hozzáadom, muravázlat, elmentem, és akkor itt lehet látni, hogy mi mindent lehet hozzátenni, ugye képet, ugye itt van a Teams is, de a szerkesztésben tudom csak a fájt föltölteni. Tehát ide, így itt tudom feltölteni a fájt. Tehát amikor foglalkozásként teszem föl, akkor fájt tudok, vagy a tananyagok részben tudom, tehát így tudom feltölteni még. Ezt a részt... Igen, de ha jól értem, ez a foglalkozáson belül van már. Igen, a foglalkozáson belül, tehát olyan kész dolgot oda így nem... tudunk átimportálni. Itt szeretném ebből a szövegdoboznál felhívni a figyelmet, hogy csak a Ctrl-C, Ctrl-V működik. Tehát egérrel nem tudunk beilleszteni, meg kivágni, csak Ctrl-C-vel, Ctrl-V-vel. Uh-huh. És a könyvtáron keresztül viszont be lehet hívni bármit, nem? Hát, ami el van, tehát ugye? Korábban elmentett. Tehát itt látjátok nekem ugye a korábbi feltöltött anyagokat, ez illetve már van itt friss is testnevelés videó, tehát itt mindent, amit feltöltött az ember, PDF, akkor Word dokumentum, internetes forrás, tehát itt minden meg fog jelenni, és innen át tudom emelni. De úgy, hogy ilyen kész foglalkozás legyen, mint ez így nem. Tehát, hogy ide átemelni, azt nem tudom. Csak így hozzáadni tudom. Értem, vagyis köszönöm, és itt a kollégák a játékosítással kapcsolatban érdeklődnek. Én azt kérem, hogy tegyetek fel konkrét kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit megnézzünk pontosabban, vagy mi az, ami érdekelne. Közben még azt is kérdezem, hogy ez az én kérdésem, jó, hogy olykor felajánlja a neoelemes azt, hogy ne a neoelemes.com-on, hanem a neoelemes.eu-n lépjünk be, és ott Igen. Igen, egyébként erről nem beszéltem, ugye van mobil applikációja is neki, és általában ez ott szokott, amikor keressük az oldalunkat, és szeretnénk beregisztrálni, ott mindenképpen erre figyelni kell, tehát hogyha letöltjük az alkalmazást, akkor először a nyelvet kell beállítani, arra figyelni kell, és utána a portálnak a nevét kell megadni, ugye, mint a mi esetünkben itt, hogy Gedói Humán Tankörök, és csak utána, és akkor ott jön ez az EU-s vagy komos, és akkor utána tudjuk csak, tehát utána dobja fel azt a panelt, ahol be tudunk jelentkezni, tehát a felhasználó nevet és a belépő kódot. Egyébként a mobil applikáció az nem mindig teljesen működik. Tehát ott vannak akadozások. És akkor természetesen ezt okos eszközök köz, illetve hozzá lehet tenni. Ugye mi egy e-mail címet regisztrálunk, és akkor mindenféle olyan értesítést megkapunk, amit mi a tanulóktól ide kapunk, például e-mailt, akkor az a beregisztrált e-mail címünkre is meg fog érkezni. Tehát, hogyha a tanuló ott kérdez valamit,
vagy a hírekbe bekerül fontos valami a hírekbe, mert hogy arról nem is beszéltem, hogy ide a hírekbe tudunk különböző bejegyzéseket tenni. Ugye, ha hirdetményként teszünk be valami fontos dolgot, akkor ide beírjuk a szöveget, kiemelté lehet tenni, hogy akkor az marad legfölül, és ide is tudunk például fájlt is csatolni a tanulóknak, és hogyha azt szeretnénk, hogy erről biztos, hogy értesüljenek, akkor a küldés értesítés gombra kattintva e-mailt is kapnak róla a rendszeren belül a tanulók. És köszönjük, és akkor mondom a játékosítással kapcsolatban a kérdéseket, hogy a játékokat hogyan lehet létrehozni, hogyan értékeli a rendszer, és milyen lehetőségek vannak játékokon belül, ugyanilyenek a feladatok, mint a foglalkozásoknál. Hát ezt nekünk kell megszerkeszteni, tehát ő semmit nem ajánl föl, tehát annyit ide beírunk, tehát nekünk kell kitalálni egy nevet, ugye itt most földobott néhányat, és azt kérném, tehát ezt a tanulságként szeretném elmondani, hogy ha létrehozunk egy ilyen játékosítást, és több osztályi, vagy nagy isten, egész iskola tanulói vannak itt, akkor mindenképpen jelöljük meg, hogy ez a mi tankörünkhöz tartozik, mert a pontozásnál esetleg más is elkezdi ezeket a pontokat használni, és akkor ebből kavarodás lesz. Jó, tehát ezt csak mi tudjuk létrehozni, nekünk kell megszerkeszteni, nekünk kell a szinteket megadni, mi állítjuk be a pontokat hozzá, mi választjuk ki, hogy mivel jutalmazzuk a tanulókat. Tehát ez teljes mértékig ezt nekünk kell beállítani. Tehát a rendszer úgy dolgozik, ahogy ezt mi beállítjuk. Köszönöm szépen. Jó, akkor igen. Van-e még kérdése a kollégáknak, kérdezem? Úgy látom, hogy nincsen. Így akkor köszönöm nagyon szépen a... Igen. Jó. Nagyon szívesen. Még akartam mutatni, hogy különböző ugye kis kitűzőket is lehet készíteni és adni a tanulóknak. Ha ezt még meg tudom mutatni, Attila. Tehát az, hogy ugye van egy tanulón, ugye a Bűbáj tanba nem tettem tanulót, de a varázslás tanba van egyetlen egy darab tanulóm, akkor ezt úgy kell adni, meg a játékosításnál is egyébként úgy kell adni, hogy kijelölöm a tanulót, a díjra kell rámenni, és akkor ugye itt tudom kiválasztani, hogy kitűzőt, bizonyítványt vagy pontokat adok, és ugye ezért mondtam, hogy muszáj elnevezni a játékosítást, hogy ez melyik tankörhöz tartozik, mert ugye itt megjelenik esetleg más is, és ha én azt nem tudom, hogy ez most kié és bejelölöm, akkor az én gyerekeim az ő játékába is bekerülne. Jó? Tehát ezért fontos. És csak az jelenik meg, amit mi létrehozunk. Jó, én most nem pontot, hanem kitűzőt szeretnék adni a tanulómnak, akkor kijelölöm, ugye vannak előre gyártott kitűzők is, és azért itt látjátok, hogy vannak általunk létrehozott kitűzők is, és akkor mondjuk adok egy ilyen jóházi feladat beadását, elmentem. Látom, hogy volt DTH kitűző. Persze, hát igen, az volt, és akkor itt látom, hogy ennek a tanulómnak van egy díja, és akkor azért rámegyek, hogy lássátok, hogy egy ilyen szép gyűjtögető mókuskát is össze lehet hozni. Igaz, kicsit nehezen, de sikerült megoldani. Ezt úgy tudjuk létrehozni, hogy ez a fő oldalon, tehát nem a tankörbe vagyunk, hanem amikor belép a pedagógus, akkor ezt az oldalt látja, akkor itt a tananyagoknál kell a plusz hozzáadásra menni, és esetleg ide lehet a fájlt feltölteni egyébként, amiről ugye az előbb, és itt látjátok, hogy itt lehet Google dokumentumot is, onnan is át lehet emelni dolgokat, de a kitűzőt azt itt lehet elkészíteni, hogy kitűzőre kattintunk, itt van egy választott formánk, ide nevet kell, leírás, tantárgyhoz hozzá lehet rendelni, alakzatot tudunk választani, szegélyt tudunk választani. Kép. Arra azonban vigyázni kell, ha mi szeretnénk feltölteni, hogy kimondottan csak ezt az ikon formátumot fogja feltölteni. Ugye ezért volt nehéz a mókuskát is összehoznom. Szöveg ide ugye beírjuk, hogy mire való, vagy milyen, és utána a színeket tudunk változtatni rajta. Ugye mindegyik szint meg lehet változtatni és elmenteni. És hogyha mondjuk egy iskola
használja ezt a rendszert, és készítenek maguknak kitűzőt, akkor esetleg ott is célszerű, ha speciálisan a saját osztályának, például a 8. B osztálynak szeretne létrehozni, akkor jó, ha megjegyezzük, hogy 8. B osztály, és akkor tudom, hogy ez csak az én saját tanulóimnak a kitűzője. Tehát nagyon sok lehetőség van, én azt gondolom, ebbe a rendszerbe, amiből mi is sok mindent most ismertünk meg, mert olyan egyéni felhasználóként 3 osztállyal én sem használtam sok mindent ebbe. Tehát ezt a Dropboxos feltöltés sem, és ugye nagyon újdonság a Teamsnek a beépítése. Most azonban így, hogy iskolaként működünk, egyre több mindent kell, hogy használjunk, és mi is így ismertünk meg nagyon sok mindent az alatt a rövid idő alatt. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy próbálkozzon. Először lehet, hogy nehéznek tűnik, de egy logika van benne, tehát minden egymásra épül, elrontani semmit nem lehet, mert igen, azt más is használhatja. Közben láttam Anna Mária kérdését. Igen, Anna Mária, azt más is használhatja. Tehát igen, lehet használni, bárki használhatja ezeket a kitűzőket. Jó, akkor én Attila, ha van még kérdés, akkor szívesen válaszolok.